Szituációt tudtunk kialakítani, amivel veszélyesebb voltunk az ellenfélrel ellen, viszont inkább nagy küzdelem folyt a pályán. A másik fél időben sajnos a sérüléseink azért kicsit hátradobták a játékunkat, sőt annyira visszahúzódott a védekezésünk, hogy az ellenfél könnyebben tudott labdákat szerezni és könnyebben tudta a játékot építeni. Az, hogy fel tudtunk állni 1-0-as hátrányból, az egy pozitív volt. Az, hogy a második gólt, azt hogyan tudjuk, ezt meg kell nézni, és meg kielemezzük.